a mai nyugat-európai liberalizmus átvétele a közép-európaiak számára egész egyszerűen szellemi öngyilkosságot jelentene. Ez azt jelenteni közép-európa számára, hogy átvennénk az ő vezéreszméjüket, hogy mi is kevert kultúrájú ország lennénk belátható időn belül, még a mi életünkben visszafordíthatatlanul megrendülne nemzeti és keresztény identitásunk. Ez pedig azt jelenteni, hogy elveszítenénk mindent, amiért itt a Kárpát-medencében Biboros úr által jól megidézett nehéz kezdetek óta, 1000 éve, 36 nemzedéken át dolgoztunk, és amit a Kárpát-medencében oly sok magyar embernek az élete értelmét is adta. A helyzet tehát úgy fest, hogy az ilyen tervekkel szembe kell fordulni. A bevándorló országgá alakítás programját ma egy olyan terv jelenti, amit a köznyelv soros tervnek nevez, egy akcióterv, amely pontosan leírja, hogyan és miképpen kell az ellenszegülő, nem bevándorló közép-európai országokat bevándorló országokká alakítani. Természetesen tudjuk, mi a teendő, összefogás, egységesen kell fellépni, és nem szabad rést nyitni a pajzson. Megidézzem Gárdonyit is, a hegedűsöket, a belső kerítéslebontókat távol kell tartani a kormányzattól, és minden korábbinál erősebb, minden korábbinál nagyobb felhatalmazást érdemes adni azoknak, akik készek arra, hogy megvédjék a keresztény Magyarország jövőjét. Tisztelt keresztény értelmiségiek, jelentem, a kormány erre készen áll. Köszönöm megtisztelő figyelmet!